nekako. Za betegség pusztít, és van egy másik betegség, amelyik meg pusztít csak. Tehát üregekbe vagy bába vagy tudom is. Az a nyúlós, mit tudom én, mit szoktam. Nyúlós kötés adás. Tehát az emberi segítség nélkül, védése nélkül nem élnek. Igen. Most tehát tulajdonképpen egy nagy család osztogott, és most ezekre új családokat vezetnek. Az a valamelyik részre lejöttem. Igen, pontosan. Nagyon-nagyon, mert májusban fejlődik a legjobban a család. Május-június-július. Ezekben a napokban az anya képes 2000-2500 betét lerakni. Naponta több ezer? Tehát egy párszor lerakja a te súlyát. És akkor mi történik? Akkor ebből de most még nem tud, már nincs fészkük, ugye ezek, majd csak nincsen, ezek szegények most a ház kezdet nyílni, és esetleg csipkednek itt, ott kapnak valamit, de mert hordás nincsen. És azért kezd hullani, hosszulni, mert már rég itt van. De ő innőtt elmegy. Most már el vannak küldve a felderítők, mindenfelé a város területén, hogy megkeressék azt a helyet, ahol majd bepénz kell. Menni.